brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. Üdvözlök mindenkit, sziasztok srácok, ez itt a Kapusszemmel blog, vagy kinek ahogy tetszik. Ismételtem, visszatértem, úgy néz ki, hogy vannak ilyen aprócska kis problémák, mert se a chat nem akar működni még, sem pedig a nézőszámláló, ezt majd orvosolni fogjuk. Szépen lassan a chatet most akkor gyorsba átalakítom. Hogy most akkor egy ilyen kis ilyen módszerrel fogjátok akkor látni. Néma hát is üdvözlöm, szia, köszöntelek a csatornámon. Na, akkor közben én itt átszervezem a dolgokat. Ez egy úgymond ilyen test live lesz, ugyanis amit látjátok, egy kicsit teljesen új irányvonal fog majd kialakulni így a csatorna folyamán. Sandbox Ádámot is üdvözlöm közben. Fake live. Nem mondom azt, hogy fake live, mert hogyha fake live lenne, akkor nem lenne live. Akkor csak így hirtelen be nem jelentett live lenne, kedves Anti. Ha esetleg probléma van a hanggal, szóljatok majd a következő live-okba, ami majd innentől kezdve fog majd megjelenni minden hétvégén, akkor majd ezen fogok majd javítgatni. Hogy miért is hoztam így létre ezt a mostani kis 35-40-45 perces kis
aprócska kis live-ocskát. Az pontosan azért, mert teljesen új technikai eszközöm van. Hál' Istennek úgy alakult az élet, hogy hozzá tudtam jutni egy asztali géphez, ami sokkal masszívabb és sokkal erősebb, mint az eddigi streamelő laptop. Ennek köszönhetően most ugye így működik a tényleg ez a YouTube-ozás újra a kapuszemmel bloggal kapcsolatban. Közben én így le is vettem a nézőszámot, mert ugye az most nem működik. Annyi a lényeg, hogy innentől kezdve folyamatosan jövök újra élő adásokkal, sokkal színvonalasabb adásokra leszek majd képes. Ennek köszönhetően, amint láthattátok, egy intro is, az intrót is be tudtam vére tenni. Még ilyen kis apró problémák lehetnek, mint például most így a chattel kapcsolatban, illetve kell szereznem majd egy normális webkamerát, vagyis a webkamera nagyjából van egy ilyen egy 4K sportkamerám, azt be tudom fogni webkamerának, ahhoz kell most majd egy kábelt hozzácsatlakoztatnom, és akkor elméletileg a következő alkalommal már látni fogjátok majd az arcomat is újra, ahogy a régi szép időben lehetett látni. Amit még mindenféleképpen fogok, úgymond a mostani live-okba majd csinálni, az lesz szakmai része is. A szakmai rész az annyit fog jelenteni, hogy ahogy láthattátok, videót is tudok már futtatni úgy az OBS-be live alatt, hogy nem teszi tönkre a gépet, illetve nem teszi tönkre a live-ot sem. Ez ugye annyit fog majd jelenteni, hogy ha olyan jellegű live-ot fogok csinálni, akkor mindenféleképpen meg fog változni úgymond a kinézet is. Akkor lesz egy külön skinje az egész OBS-nek, és akkor folyamatosan videókat fogunk majd nézni, közben azokról fogom elmondani a véleményemet. Lehető lesz egy olyan is, amikor egy élő reakció videós live-ot is szeretnék majd csinálni. Ez rajtatok múlik, hogyha ki milyen videót mond, ki milyen videóra gondol, azt fogom majd megvalósítani, azt fogom majd mindenféleképpen meg létrehozni. Ilyenbe is gondolkodok, illetve az edzés videóimról is majd fognak felkerülni kis részletek így a YouTube csatornára is többek között. Ami még a jövő szempontjából még fontos lesz, én mindenféleképpen szeretnék úgymond ilyen vendégeket úgymond beinvitálni az élőadásokba. Ezt, hogy miként fogom megoldani, az egyelőre még nem biztos, hogy tervek vannak rá, de még mindenféleképpen ez ki fog alakulni, hogy ezt hogy fogjuk, vagy hogy fogom majd én megoldani, hogy ez így működjön. Fogok, vagyis az Anti rámért, Patonyi Antal drága nézőm rámért, hogy lesz-e kapus értékelő a világbajnokságról. Valószínűleg a következő live az majd erről is fog szólni. Egy ilyen röpke majd, nem is tudom, 35-40-45 perces lesz az is, tehát nem nagyon szeretném majd mostantól elhúzni ilyen másfél-két órásra a live-okat. Maximum egy órás live-okra számítsatok majd a közeljövőben, amiben tényleg a legfontosabb dolgok az tényleg a téma lesz, illetve a ti visszajelzésetek. Szeretném, hogyha majd folyamatosan akár itt a cseten keresztül, akár a hozzászólásokba, akár Facebookon üzenetszem formájában nyugodtan, amilyen észrevételetek van, amilyen meglátásotok, azt küldjétek el. Facebookon is ugyanez a kapus szemmel blog Facebook oldal, kövessétek azt is, ott lesznek az egyéb videók is föltöltve. Jó estét kívánok mindenkinek, TZM barátomat is üdvözlöm. Tehát mindenféleképpen kövessétek a Facebook oldalt is, illetve itt a YouTube-on, mert hát a YouTube most már nem úgy működik ez a feliratkozós történet, hogy jó feliratkozó és kapsz értesítést minden esetben, hogy
hogy jaj, videó kezdődik, vagy jaj, live kezdődik. Mindenféleképpen meg kell nyomni azt a kis harangocskát, ami által egyből értesítést fogsz kapni e-mailbe is, illetve hogyha a YouTube-on vagy, akkor a YouTube is fog egy értesítést küldeni, hogy figyelj már, a Détár István kapuszemmel blog videót töltött föl, vagy élőadás kezdett meg. Ezt mindenféleképpen ajánlom nektek, hogy nyomjátok be, és így egyből fogjátok kapni az értesítést. Továbbra is várom a visszajelzéseket, jöhetnek a lájkok, diszlájkok, hozzászólásban, mi az, ami szerintetek jó, mi az, ami nem, miben szeretnétek, hogy változás történjen. Hál' Istennek most már fogok tudni tényleg változást is hozni a kapuszszemmel blog életébe ebből szempontból, illetve szó szerint is vehetitek, hogy a blog életébe is, ugyanis hamarosan az elkövetkezendő napokban fogok írni egy komolyabb szakmai cikket, amit már lényegében feldolgoztam a témát, de ennek egy folytatása fog következni, ugyanis birtokomba jutott egy olyan könyv, ami úgymond alátámasztja azokat az elképzeléseimet, amiket én komolyan gondoltam. Nem árulok el zsákba macskát, nem fogok rejtélyes lenni. Milyen valójában a magyar tradicionális kapus stílus cikkemet fogom majd folytatni, amiből ugye szembe mentem Bicskei Bertalan korábbi szövetségi kapitányunk Kapusok könyve című könyvének a magyar kapusokról állított véleményével. Ehhez kaptam egy kis segítséget, a Hetyei László könyvéhez jutottam hozzá lényegében, és ott vannak olyan dolgok a Grosics Gyula előtti kor kapusairól, ilyen jelen, vagy lényegében aki teheti, az vásárolja meg, és tényleg nézze meg azt a könyvet, nagyon érdemes, nagyon jó könyv. Abba írtak le olyan dolgokat, ami lényegében alátámasztja az én elképzelésemet, de legyen ennyi előre, ugyanis ezt majd írásos formában fogom majd reprezentálni nektek, úgyhogy mindenféleképpen kövessétek Facebookon is a Kapuszszemmel blogot. Közben itt folyamatosan nézelődöm, na most már az adat a közvetítés állapota ismét megfelelő. Kinek hogy telt a nyara? Remélem mindenki várta azt, hogy újra élőadással jelentkezzek. Most már hál' Istennek fogok is. És hogy még lesznek ilyen finom beállítási dolgok a Kapuszszemmel blog live-okba. Úgyhogy az elkövetkezendő live-ok tényleg nézzétek majd el az ilyen kis aprócska történeteket, hogy például nincs webkamera, vagy például most így a chat vagy az élő nézőszámláló nem működik. Ezt folyamatosan orvosolni fogom. Illetve majd Facebookon is menni fognak újra majd a live-ok, lesznek egy ilyen röpke bejelentkezéseim a Kapuszszemmel blog Facebook oldalán is, illetve az Instagram oldalamon is, a Détár István alávonás coach nevezetű felhasználó név alatt találtok meg. Jövő héten Debrecenben leszek majd egy nemzetközi tornán csütörtöktől vasárnapig. Aki esetleg debreceni vagy Debrecen környéki, az könnyen megtalálhat majd engem. Kinek hogy tetszettek eddig az NB1-es mérkőzések? Ilyen dolgokra is fogunk majd beszélgetni, majd az élőadásokba. Nem valószínű, hogy minden élőadás arról fog majd szólni, hogy én értékelem az NB1-es kapusok teljesítményét, mert javarészt azt mindenki tudja, hogy nem minden esetben a legjobb. Tehát ilyen ez a pop szakma. Úgyhogy tényleg bármilyen ötletet szívesen várok, és tényleg nyomni fogjuk majd a jobbnál jobb
tartalmakat erre a csatornára is. A DVSC vezet. Köszönjük, Kristóf, ezt a közérdekű véleményt. Az MTK is legyőzte az akadémiát. Na, akkor még NB1-es mérkőzés eredményeket is hallottunk. Továbbra is, ahogy eddig megszokott volt, ugyanúgy lehet kérni akár olyanokat is, hogy a kapusoknak a teljesítményére úgymond nyomjak egy értékelést, vagy beszéljek a hétközi vagy a hétvégi fordulóról, ez továbbra is egy adott téma lehet. De mondom, mindenféleképpen lesz változás a Kapuszemmel blog YouTube csatorna életében. Ki hogyan bírta ki ezt a úgymond nélkülözést a YouTube csatornával kapcsolatban? Ja, és igen, a másik fontos dolog, még mielőtt erre reagáltok. Jól láthatjátok, 1080p-be live-olok. Hál' Istennek ez is a technikának köszönhető, hogy tudott fejlődni a csatorna is. Tehát most már nem csak HD minőségbe követhetitek úgymond a YouTube csatornát, meg az én hülye gondolataimat, hanem Full HD-ban is. Az attól függően, hogy ki mennyire gondolja a dolgokat, hogy ki hogyan szeretné megtekinteni internetétől függően. Legfontosabbnak továbbra is tartom azt, hogy jöhetnek az ötletek, most már sokkal könnyebben tudom őket megvalósítani. Újra vissza szeretném hozni a reakció videókat. Most már a videóvágás is sokkal könnyebb, sokkal gyorsabb. Illetve van még egy másik csatornám, az teljesen független ettől, az egy úgymond ilyen játékcsatorna, ilyen gaming csatorna. Annak a nevét most ide be fogom illeszteni a chatre, azt nyugodtan követhetitek. Na, közben rájöttem, hogy lenémítottam a mikrofonomat, tehát jó, hogy beszéltem. A következő, ugye igen, az Anti leírta a dolgokat, ugye azt már valószínűleg nem hallottátok a reakciómat, tehát hogy hiányérzete volt, mert csak meg az estén néha bejelentkezésem, az nem olyan történet. Most már megint lesz majd hang, Anti, ne izguljál, most megint visszatér a hangom, mert lenémítottam magam. És most már elvileg működnie kell a hangnak is. Ez ugye az írogatás szempontjából az M betűre, ugye, hogy mute, ugye az angol megfelelője a némításnak, arra állítottam be, és ezáltal lenémítottam a saját hangomat is. Tehát jövő héten a Facebookon lesz majd a bejelentkezés. Ott fog beszélni, hogy mi a helyzet velünk lent Debrecenbe, olyan szerepelnek a kapusaim. Tervezek majd egy olyan videót is, amit ugye a Kolarik Józsi ajánlott, földje semleges térfélből ismerhetitek őt.
ő mondta azt, hogy tényleg egy ilyen vlogot is csinálhatnék, hogy milyen egy kapus edző napja, vagy milyen pontosan az én egy napom. És hál' Istennek most a gépnek is köszönöm, eddig legalábbis azért nem csináltam meg, mert a leforgatással még nem lenne probléma, viszont a megvágással igen. Mert ugye be kellett volna állítani azt, hogy a felvétel minősége az vagy mondjuk 6, vagy hogy van, 360p-be tudtam volna fölvenni a videót, és akkor azt gyorsan meg tudom vágni, vagy a beillesztés folyamán átkonvertálni, hogy az előnézeti képem ne szaggasson, meg ne hajtsam túl a gépet, illetve a renderelés az eltelt, vagy eltöltöttem volna vele egy ilyen 14-15 órákat, amit én megértettitek, hogy nem valószínű, hogy megpróbáltam volna. Így most már az is megvalósulásra fog majd kerülni. Én ennek nagyon örülök. Remélem majd ti is örülni fogtok ennek. Illetve majd próbálkozok majd egy-két ilyen vicces videójelenettel is majd jelentkezni. De attól fog függeni, hogy mit szeretnétek, hogyan szeretnétek a csatornát, milyen irányba mozduljon el. Én továbbra is azt szeretném kérni, így tőletek is, meg akik alapvetően is követik a csatornát, azt tudják nagyon jól, hogy kapusos témákat szeretnék, és marad is, ebben nem vagyok hajlandó változtatni, úgyhogy ez fog megmaradni. Csak a kapusok, kapusokkal kapcsolatos dolgok, azon belül viszont minden mehet átigazolásoktól kezdve, degenerált kapusokon át, tényleg a flúgosokon át, kapushibákig, mindenről lehet szó. Úgyhogy majd a hozzászólás rovatba, vagy a most így a cseten is lehet írni, hogy ki milyen videót szeretne a következő élő adásra. Hogy egy kicsit szűkítsem azért ezt a bő témakört, hogy ki milyen videót szeretne. Legyen, most elgondolkodok, 1, 2, 3, 4, jó, legyen 4 témakör. 4 témakörből választhattok. Az egyik, hát legyen 5, jó, legyen 5. 5-ből választhattok, a számot írjátok majd le, akár cseten, akár majd a hozzászólásokba. Az első témakör az a világbajnokság kapusainak a teljesítménye. A második témakör az egy teljesen full szakmai videó, ahol tényleg videóelemzést csinálunk élőadás közben, bizonyos dolgokat kielemzek, mit gondolok, hogy az adott szituációban mit hibázhatott a kapus, stb. Vagy egy külön játékhelyzetnek a megvalósítása az én szemszögemből nézve. Például lehet egy ilyen is. A harmadik az a élő reakció videós live, ami ugye arról szólna majd, hogy folyamatosan küldözgetitek be, hogy melyik kapust vagy milyen videót kéne megnézni, és akkor azt fogjuk megtekinteni így élő adásba, és élőbe fogom majd a reakciókat nyomatni rá. A negyedik témakör az ugye szokásosan az NB1-es forduló, ugye a forduló kibeszélő, úgymond kapus szempontból, melyik kapus hogyan teljesített, ilyesmi. Az ötödik pedig legyen arról szó, hogy egy meglepetés vendéggel együtt fogjuk az élőadást csinálni. Ez az 5 opció van, ezek közül választhattok. Tehát az első a világbajnokság kapus teljesítményei, a második egy szakmai videó, a harmadik a reakció videó, a negyedik volt az NB1-es kapus teljesítmények, és az ötödik a meglepetés vendéges élőadás.
Jó, ezeket nyugodtan írjátok meg. Közben én szépen lassan fölkészülök az árásra, hogy ugye érezzétek, hogy ez egy ilyen rövid live. És hogy itt a adásnak mondjuk ez volt így a lényegi része, hogy újra beindul a Kapus Szemmel blog csatorna. Köszönöm szépen, akik itt voltak. Nyugodtan hozzászólásokba akkor írjátok meg, hogy 2 hét múlva milyen live-val érkezzek. Addig is vigyázzatok magatokra, legyetek jók vagy rosszak. Ne égjetek ki nagyon a magyar kapus teljesítménybe. Lehet olyat, hogy ebben a sorrendben? Hát Anti, hogyha szeretnéd akár, akkor írd meg, hogy 1, 2, 3, 4, 5. És akkor tényleg ebbe a sorrendbe fog majd lezajlani a történet. Úgyhogy ennyit szerettem volna mára. Szuper is pont a legvégére csatlakozik be, drága szuper. Pont most szeretnék elköszönni. Úgyhogy legyetek jók, a kapuslabda legyen veletek. Sziasztok!